A kormány tagjait csak betűvel nevezem, ugye a személyiségi jogok, tehát G. Ferenc, B. Gordon. Tehát most már ez lesz az új, tehát most már nem lesz Fletó, meg Pinokio, meg semmi. G. Ferenc, B. Gordon és társai. Nyelvileg megint domborított egy nagyot, mert ő nagy nyelvész is. Nyelvileg is domborított egy nagyot, mondta, hogy fel kell kötni a pantallót, ugye, mert szemérmeskedett. A szólásmondás úgy szól, hogy fel kell kötni a gatyát. Tehát ezt nem lehet így mondani, hogy fel kell kötni a pantallót, tehát nem lehet mindent szalvétával fogni. Azt mondja, örülök, köszönöm szépen, fel kell kötni a pantallót, majd utána elkezdett belekavarodni egy olyan mondat sűrítménybe, hogy őrületes, azt mondja, már akinek van pantallója, mert a hölgyek a szoknyát övvel díszítik. Nem idézem pontosan, de körülbelül ez volt, ugye? Tehát így álltam, hogy Istenem, és eszembe jutott Hódmezővásárhelyi nevelőtisztünk Babé József, aki minden politikai oktatást annak tartalmától teljesen függetlenül az alábbi egy mondattal summázott. Mert eltársak, ami, az. Hát én nem izzadtam keresztül a párnámat a hétfői önfeloszlatással kapcsolatban. Ezek nem oszlatták fel. Hát kalandvágyban, megint nem. Nem. Azt mondják a szakértők, hogy már a feloszlatás hírére 20%-ot javult volna az euró. Mikor mondták, hogy nem, akkor ment le. A másik lényeges, hogy G. Ferenc ne beszéljen. Ugye most az történt, hogy kiment valahova arcoskodni, és mondta, hogy baj van. Ezt a tolmács úgy fordította, hogy baj van Magyarországon. Tehát legalább lenne csendbe, hát én nem tudom. Mondott megint csak, hogy haladjunk a nyelvészet vonalán, tehát kössük fel a pantallót és a szoknyát a hölgyek övvel díszítik. Hát ez már olyan, hogy legyen a hajat hosszú, de mindig legyen ápolt, ugye? Ezt mondták a 60-as években, meg mondták azt, hogy merjünk értvasalni abba a farmer nadrágba. Te ezt most mesélem, és most is fut a hátamon a hideg, érted? Hát a farmer lényege, hogy ne érevasalt nadrágba járjál. De kitalálták ezek a progresszív kisvezetők, akikkel ma is hála jó Istennek körül vagyunk véve. Most azt mondta G. Ferenc, hogy megkérdezte a szakértőket, hogy milyen nem szokványos módszerek vannak a forint értékének megőrzésére. Ők eddig csak nem szokványos módszereket használtak, meg is lett az eredménye. Ugye, hát én gondolkoztam, hát régen ugye Magyarországon is próbáltak ilyen nem szokványos módszereket alkalmazni, mint a frankhamisítás, vagy nem tudom micsoda, úgyhogy nagyon talányos. Utána megkérdezték B. Gordont. Megkérdezték B. Gordont, van a Bajnai Gordon, meg a parlamenti Gordon. Azt mondta, nyilván nem egyeztetett a Góréval, mert ez egy olyan kis individuális ez a fecó. Szóval úgy, ő az ujjából szopja, mint Zalatnai Sarolta. Na elég az hozzá, megkérdezték B. Gordont, hogy mik a nem szokványos módszerek. Mit mondott, emlékezni? Azt mondta, ha nem szokványos módszerek, azok a nem szokványos módszerek. Hú, mondom, beljebb vagyunk. Ugye, kormányhűségünk az műsorról műsorra tapintható. Tehát bennünk a segítő szándék munkál. Megpróbáltuk elképzelni, hogy milyen nem szokványos módszerek állhatnak rendelkezésre. Egy. G. Ferenc másfél percig igazat mond. Javaslat. Kérjük fel pénzügyminiszternek Prinz Gábort, helyettesének Kulcsár Attilát, államtitkárnak Tocsik Mártát, és már is megyünk fölfelé. Vagy itt van ez a szerencsétlen japán pénzügyminiszter. Nem is volt behörrendve, hát nem úgy, mint Imre a Grippeneknél. Nem. Volt ugye szegény japánoknak amúgy is rossz az alkohollebontó képességük, úgyhogy picit ivott, mert hát a japán gazdaság kicsit necces volt, de befejezte a mondatokat, semmi nem volt. És lemondott.
rögtön. Hát gondoltam, hogy Veres János helyére meghívnánk őt, nem? Hát úgyis munkanélküli, és akkor lehetne ő az új pénzügyminiszter, vagy esetleg Magdi anyus. Megtehetnénk azt, hogy piacra dobjuk Magyarország legnagyobb aranytartalékát, a Vámház körút 9-ből. Bodzázzon minden magyar. Nem? Vasazunk, bodzázunk, bodzázzunk. Bodzázzunk. Emeljük fel a nyugdíjkorhatárt 100 évre. Töröljük el a 100 év felettiek plusz juttatásait. Ne legyen többé fehér vagy szürke gazdaság. Csak fekete. Az Alföldön búza és kukorica helyett termesszük mákot, meg vadkendert. Ne, a szegény afgánoknak is mindig adnak krumplit, azt mindig szipka jön ki belőle, érted? Dugdossák a krumplit, de minden, ezt Dél-Amerikában is próbálgatják, de mindig koka levél nő ki, bármit adnak, érted? Mondták, itt van egy kis kukorica, az is fasz, á nem, mindig csak ez jön ki belőle, ugye? Vagy pedig Veres János kivinni az összes forintot Nikkesdorfba, és egy a telefonkönyvből kinézett álnéven beváltja euróra. Úgy elképzelem, nem? Bamako miatt nem volt időnk enciklopédikusan foglalkozni nagyjaink adóbevallásával. A következő műsortól beindítunk, csak még tanácsadókkal dolgozom a problémán. Lesz bankszámlaszám, lakást Ferinek. Hát szerencsétlen, ugye? Hát nem lesz élete végéig miniszterelnök. Bár reméljük. Na most ugye összerúgja a port az apróékkal, hát kiteszik. És most akkor 50 év felett, ugye, vagy 50 év felé ballagva, akkor lakjon a mamájával, katussal, pápán. Ugye? Tehát összedobunk neki egy kéglit. Jó, ez majd benne, ez jó lenne? Hát mit tudom én, Avas délen egy problémás lépcsőházban már 5 millióért kapunk valamit, nem? Központi fűtéssel, nem? Na de hát a legjobb a gépkocsi állomány, hát azon eldobod magad, ezek a gépkocsi gyakorlatilag egy komplett veteránautós találkozó. Tehát kiderült, hogy Hagyó Miklósnak van egy 18 éves trabantja, V. János pénzügyminiszternek egy 25 éves utánfutója. És akkor elképzelem, hogy a Hagyó fölhívja V. Jánost, azt mondja, te add már kölcsön az utánfutódnak, mert G. Feri megkért, hogy a trabival vigyek le már egy pár széket katusnak pápára. Nem?